magyar katonáikat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A helyi Baka István Általános Iskola tanulói adtak ünnepi műsort a Babits Mihály Kulturális Központban megtartott március 15-i ünnepség alkalmával Szekszárdon. Ezt követően a Gara János Gimnázium 11-es diákja Görcsös Ákos mondott beszédet. A fiatal azt emelte ki, hogy 1848 öröksége ma igazán aktuális, akkor, amikor, mint fogalmazott, kihívás magyarnak lenni. Ha nem emlékezünk történelmünkre, nem ismerjük és nem tiszteljük azt, akkor a jelen történéseit sem fogjuk megérteni. A program a műsor és a beszéd után a Béla Király téren folytatódott. Ott Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere stábunknak arról beszélt, az 1848-ban kitört forradalom és szabadságharc legfőbb üzenete a mai ember számára az, hogy a sorsunkat jobbátevő ügyekért gyakran rettenetes áldozatokat kell hoznunk. Az ember, ha egy kicsit is belegondol, nagyon-nagyon komoly áldozatokat hoztak ezek az emberek, akik itt a 48-as eseményeket elindították, a 48-as eseményekben részt vettek, és hát természetesen a végkifejletet sajnos tudjuk. A Béla Király téren található 48-as emlékműnél koszorúzás zárta a programot.